Romániában visszaesett az egy nap alatt regisztrált koronavírus fertőzöttek száma azután, hogy a kormány tovább szigorította a járványügyi korlátozásokat. Ugyanakkor a beoltottak száma is jelentősen csökkent. Októberben volt nap, amikor 150 ezer adag vakcinát adtak be, de most hétfőn ez a szám alig érte el a 70 ezret. És a beoltottak között csak 29 ezeren voltak, akik most kapták meg az első oltásukat. A bukaresti egyetem sürgősségi klinikájának vezetője szerint az a legnagyobb baj, hogy az emberek bizalmatlanok. Őt az aggasztja leginkább, hogy nagyon sokan kételkednek azokban a képsorokban, amelyeket ott az egyetemi klinikán vesznek fel. Nem hiszik el, hogy ez az egész egy valós probléma. Azt kérdezgetik, hogy ez nem valami átverése, aminek az a célja, hogy az emberek féljenek. Románia az egyik legsúlyosabban érintett uniós tagállam a koronavírus járvány mostani negyedik hullámában. November 2-án 591 halálesetet jelentettek a járványügyi hatóságok. Ez a szám két hét alatt visszaesett kevesebb, mint a felére, de még mindig 250 fölött jár.